A Jetson női NBA egy 5. fordulójában ezúttal az Iloszki stadionban volt vendéglátó, a Honvéd, mely még nem szerzett pontot, a vendég pedig a szombathelyi Victoria FC. A 9. percben egy vendég szöglet és egy furcsa fejes, nem biztos, hogy így akarta Henke Manhard, de így lett tökéletes, mert átpattant szegény Aschenbrenner fölött a labda, és megszerezte ezzel a vezetést a vendég együttes. Már késő vetődik vissza, így sem éri el. A 35-ben Manhart elgázolják, előnyszabály mutatja a játékvezető nagyon helyesen. A lövés lejön Aschenbrennerről, de van érkező, az pedig nem piros-feketében, hanem fehér-feketében jött át német Loretta lévén. 0-2 már. Nem tudta megfogni a labdát, csak oldalra tolni a kapus. Erre pedig számított német Loretta. Egy perc telt el az iménti gólóta, Svetlik nagyon rossz helyre passzol. Manhart először, majd másodszor egy csel, egy kényszerítő a csapattársal, van ideje merre venni. Fölnéz, látja üres a hosszú, oda is képes emelni, nagyon labdabiztos az osztrák válogatott játékos. Ezzel 3-0 volt a szünetben. Gyönyörű csiki-csuki létszámban jobban áll a Honvéd, csak reakcióidőben áll rosszabbul. Az 51. percben a felező vonalról érkezik a beinduló Manhart számára a gólpassz, a kapus késő mozdul, elpöckölte Aschenbrennel mellett. 0-4, ismét Henke Manhart a gólszerző. Megint késve reagáltak a piros-fekete-mezes lányzók. 64. perc, a bal oldalról jön be a labda, Manhart a senki nem figyel, pedig ha valakire, akkor rá figyelni kellene, ezt tudhatnák a kispestiek is. Itt az 5. Victoria gól, Manhartnak a 4. találata ezen a napon. Ráadásul mögött ott van egy másik szombathelyi játékos, teljesen üresen. Komoly védekezési hiba. 71. perc, Manhart lép oda, a kispesti nem nagyon akart futni, ő viszont hihetetlen önzetlen. Grubics kapja ajándékba, aki köszöni szépen, él vele. 0-6. Igazság szerint itt már az utolsó védelmi súlyút Henke Manhart, akár ő maga is befejezhetné. Tartozik egy bombonnal Grubics Manhart számára, azt gondolom. És ezzel még nem volt vége, egy előrevágott labda. A jobb oldalon meglódul a szombathelyi játékos. Látja, hogy középen érkezik Henke Manhart, aki így meglövi 5. gólját a meccsen, a bajnokságban pedig már a 10. Ezzel vezeti is a Jetson Liga góllövő listáját 10 találattal, tehát a mérkőzés végeredménye pedig ezennel kialakul. Honvéd, Victoria 0-7. Még várni kell az első Honvéd pontra. Nyilvánvaló, hogy alakul a mérkőzés, úgy lesz az ember egyre inkább igényes. Örültem annak, hogy viszonylag hamar tudtak a lányok alkalmazkodni a körülményekhez, ami szerintem nem mindennapos volt a mai mérkőzésen. Egy kicsit furcsálom is, hogy ilyen volt, amilyen. Én úgy gondolom, hogy a magyar női első osztálynél lényegesen többet érdemelne, és tulajdonképpen örülök annak, hogy 7 gólt tudtunk rúgni, remélem egy kicsit helyre billen a lányoknak az önbizalma. Az első fél időben sem a morállal nem volt probléma, hanem inkább egy kicsit a körülmények voltak szokatlanok a számunkra. Tulajdonképpen a második fél időben már egy kicsit jobban hozzászokott a csapat a adott körülményekhez, a műfüves pályához, tulajdonképpen már nem volt semmilyen probléma. Megpróbálunk mindig mindent megtenni a győzelem érdekében. Az, hogy most pillanatnyilag ezt a helyet foglaljuk el a tabellán, és így játszunk, ez egy adott állapot. Megpróbálunk javítani, rengeteget beszélgetünk a lányokkal, rengeteget iskolázunk velük, gyakorolunk feladatokat. Azon vagyunk, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük minél hamarabb.